Mielőtt egy verset meghallgatunk és imádság lesz, szallagvágás is bevonunk, szeretnék egy néhány dolgot a jó rend érdekében közölni. Az egyik az, hogy szépen illendően sorban fogunk bevonulni. A kapu jobb és bal oldalán három-három testvér fog állni, és egy-egy programfüzetet, énekes füzetet fog mindenkinek adni. Tehát nyugodtan fogunk bevonulni, nem szaladunk és elfoglaljuk helyünket. Szeretném azt is közölni, hogy hátul egy 10x10 méteres teremben vetítés is lesz, és tehát az egész műsor látható, hallható. Ne talán akik kiszorulnak, mert nem férünk az imaházba és a rossz idő miatt, vagy egyszerűen mert szeretnék látni is a műsort, azok a rendezők irányításával oda is mehetnek. Kérem, hogy tartsuk meg a rendet és nyugodtan vonuljunk be. A gyerekek pedig, akik fognak szolgálni ma délelőtt, azok a kis teremben találkoznak és ott lesznek egészen addig, ameddig szolgálnak. Most egy alkalmi verset fogunk meghallgatni, Kelemen Sándor. Agellus 2:9. Nagyobb lészen a második háznak dicsősége az elsőnél. Azt mondja a seregeknek Ura, és e helyen adok békességet, azt mondja a seregeknek Ura. A második ház dicsősége. Ki a közületek? Ki látta azt a házat? Annak lelke ma is boldogságtól árad. Az első ház egyszerű szépséggel építői hitét hirdette hűséggel. Az első háznak nagy volt dicsősége, dicsővé tette az Isten jelenléte. De mivel a földön egyszer mindennek vége, e második ház lépett az első helyére. Velünk az Úr szövetségre lépett. Most nekünk szól a dicső ígéret. Megváltott bennünket a bűn rabságából, lelke bennünk maradt, szeretete lángol. Jöjjetek hozzám, hív a seregeknek Ura, mert én töltöm meg e házat dicsőséggel. E drága ígéret lelkünk felbuzdítja, és betelik szívünk hittel, reménységgel. Urunk azt ígéri, e második háznak dicsősége nagyobb lesz, mint az elsőnek. E helyen ad felüdülést, nyugalmat, békét, minden megfáradt, megtört szív. Jöjjünk színel, ő menjen be elő, ti kapuk, nyíljatok, emelkedjetek föl, ti örökké való ajtók, táruljatok. A dicsőség királya menjen be rajtatok. A dicsőség királya a kapukon menjen be. Töltse be e házat az ő szent jelenléte. Mi hódolva boruljunk, színe elébe, áldjuk atyánkat szívből dicsőítve. Nyílj meg hát, te kapu, az Úr dicsőségére. Hadd üljünk ünnepet
az ő szentségébe. Nagy örömmel zengjük annak, ki megváltott. Az ő neve legyen mindörökké áldott. Amen. Amen. Imádkozni fog Gergely István testvér, a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének az elnöke. Mennyei édesatyánk, hálával van tele szívünk, hogy kegyelmes és irgalmas vagy hozzánk és a baptista néphez ebben az országban. Köszönjük, hogy adsz nekünk kegyelmet és lehetőséget a növekedésre, az építkezésre, és hálát adunk most itt Szalárdon, amikor ennek az új épületnek az ajtait, a kapuit megnyithatjuk. Köszönjük, Urunk, a Te segítségedet, a Te oltalmadat, és ezekben a percekben is Téged hívunk segítségül. Kívánjuk előtted megnyitni az ajtókat, Urunk, és alázattal kérünk, hogy vonulj be ebbe az imaházba, a Te dicsőséged töltse be a templomot, és légy jelen, Uram, az első perctől, mindaddig, amíg jónak látod tartani életünket, és az épületet is. Uram, legyen ez a Te hajlékod, a Te házad, ahol jelen lehetsz, ahol a Te dicsőséged jelen van. Kérünk, hogy áld meg azokat is, akik belépnek, most átlépik a küszöböt, ennek a gyülekezetnek a tagjait, kicsinyét és nagyjait, a vendégeket. Uram, mint a Te néped szeretnünk bevonulni, alázattal, tisztelettel, szentséggel. Kérünk, hogy Tégy alkalmassá minket erre, hogy ünnepeljünk, hogy Téged magasztaljunk a kegyelemért, a segítségért, az áldásokért. Uram, a Te személyed legyenek ezen a házon, legyenek azokon, akik ide belépnek, és add, Uram, hogy mindenki otthona lehessen, a szegény, a beteg, az árva, az özvegy, valaki csak kíván és keres Téged, Uram, találkozhasson ebben a hajlékban veled. Imádkozunk, Urunk, hogy legyen áldás ennek a községnek az az épület, legyen hegyen épített város, az evangélium, a jó hír hangozzék és terjedjen ebből a házból. Könyörgünk, Uram, hogy adj alkalmas eszközöket, szolgákat, adj alkalmas tagokat ebben a gyülekezetben, akik magasra emelik az igazságnak, az evangéliumnak zászlaját. Kérünk, hogy most ezekben a percekben is légy közöttünk, áld meg és szenteld meg az ünnepséget, és segíts minket, Uram, hogy kellő tiszteletet, magasztalást és dicsőséget adjunk a Te nagy nevednek, mert méltó vagy erre. A Jézus nevében kérjük ezeket, Atyánk, hallgass meg minket. Amen. Amen.
előtted állunk, néked hódolunk, azért, mert ránk tekintettél ezelőtt 2000 évben, amikor elküldted fiadat, nekünk ajándékoztad őt, a csodálatos ajándékot, és köszönjük, hogy vele együtt minden jót nekünk adtál. Köszönjük azokat a speciális jókat, amelyeket átvehetünk évről évre. És ezt a csodálatos jót, amit adtál népünknek, ennek a falunak, közösségünknek, ezt a hajlékot. Urunk, kérünk téged arra, hogy ahogy bevonultunk, hogy töltsd be szentségeddel, dicsőségeddel ezt a hajlékot. A mi szíveinket, áld meg minden jelenlevőt már ma. Imádkozunk azért, hogy hadd legyen ez a hely a mennyország kapuja, ahol vele találkozni, ahol téged magasztalunk, ahol kibeszélhetetlen örömmel örvendezhetünk és készülhetünk a nagy találkozásra vele. Amen. Kérsenek szolgálni, ugyanúgy azokat a lelkipásztorokat, akik tevékenykednek itt, Kovács Gyula testvér 2 ízben is szolgált, Szalánában 12 évet töltve és erősítve a gyülekezetet, ugyanúgy bő 2 részen lőtt, Töltős János testvér is szolgált itt töltünk, köszönjük őket is szeretettel. Vannak, akik nem tudtak eljönni, pedig szolgáltak, hát érezzük imádkozni. Köszönjük azoknak, akik eljöttek, elfogadták meghívásunkat, községünk előjárói, főpolgármester, Nagy Miklós testvér. Ugyanúgy köszönjük a református lelkipásztor testvért, Bordási Gyula testvéreket, aki megtisztelt jelenlétével alkalmunkat, és köszöntés is fog lenni. Köszönjük szeretettel Somogyi Imre, római katolikus tisztelendő atyát, aki itt van közöttünk, paptező testvért, a szomszéd gyülekezet lelkipásztorát, és hát sokan mások, akik itt van. Ján bácsi, Ella testvérünk, akik sokat-sokat segítették az építkezés, és örülünk annak, hogy jelenleg. Köszönjük a kedves feleségeket, a lelkipásztor feleségeket, köszönjük azokat, akik támogatók érkeztek az országunkból, vagy éppen az ország határán kívül. Hát nem tudunk mindenkit köszönteni, de érezzük rá köszönteni minden kedves jelenet. Istennek legyen hála, hogy együtt lehetünk, és ezt a napot együtt örökítjük. Nem lesz minden tökéletes, hála az Úrnak ez a hely kicsinek bizonyul, adja az Úr, hogy sokszor kicsinek bizonyuljon. Egy kis bökkenés van, említették most az egyik szervezőtestvér megsúgta, hogy hátul a betűtő nem megy, tehát a falon keresztül nem megy a sugár, tehát elnézést kérünk azoktól, akik erre számoltak, és hát ez így történt. Elnézést kérünk azoktól, akik felszólalnak, mert hát a hely szűke miatt, az idő szűke miatt ezért hát korlátozott lesz a beszéd, és éppen ezért hát mi is így veszünk. Lehet, hogy az adott egyház a képviselőinek a felszólalását, köszöntését szívesen meghallgatunk bő 10-20 percben, tehát ezért inkább 3-4 percre szorítkozunk legközelebb. Így is, hát előre várhatóan 12 után fogjuk beszélni a hajlókat. Köszöntöm is, mindjárt hívom is Somogyi Imre Római Katolikus Tisztelendő Urat, hogy ő köszönjük az egybegyülteket, majd azután Bordási Gyula a református lelkipásztor köszönjük. Szalági Római Katolikus Egyházközség nevében sok szeretettel köszöntöm az egybegyülteket, és osztozunk örömünkkel, hogy már egy új hajlékot kaphattak. Én Isten igényével szeretném köszönteni önöket, Szent Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt leveléből. Így tehát most már nem vagyok idegenek és jövedények, hanem a szentek polgártársaim és Isten háza népe, az apostolok és próféták alapjára rakott épület, melyet szegertőve maga Krisztus Jézus. Benne illeszkedik egybe az egész építmény, és az Úr Szent templomában növekszik. Ti is benne épültök, egy Isten lakóhelyévé a lélekben. Valóban az épület már megvan, de lelki épületet is építeni kell lefelé, ez a lelki épület azoknak a közössége,
akik itt együtt imádkoznak, együtt kérik az Úr segítségét, oltalmát és áldását. Örvendezünk, hogy itt együtt lehetünk önökkel, és kérjük mi is. Ő Isten kísérje te kis közösségnek az életi áldásával, kegyelmeivel halmozzál, hogy békességben és szeretetben éljenek együtt. Ahogyan a Zsoltár is mondja, ó, mi szép és mi gyönyörűséges, a békességben együtt élhetnek a testvérek. Így kívánok én is, Isten áldásával áldott békés, hosszú életet és termékeny életet ennek a közösségnek. Jó Isten áldásával. Kedves testvéreim, a Jézus Krisztusban, református gyülekezetünk nevében szeretettel köszöntelek én is benneteket, és engedjétek meg, hogy Istenek igéje legyen mindig, most is, és ezután is a vezér, amitán megyünk, aki nekünk gondolatokat ad, és ami szentelke vezessen benneteket. A Ezrás könyvéről olvasom Istenek igéjét, a Ezrás könyv 6. fejezetéről, 14-16-ig terjedő ige szakasz. És a zsidók vénei népének és jó szerencsések halál, Ageus proféta és Zakariás, Iddófia profétálása folytán, és megépítették és elvégezték Izrael Istenének akaratjából Tírus, Dárius és Artaxerxes perzsiai királyok parancsolatjából. Bevégeztették pedig a ház az Adárkó harmadik napjáig, mely Dárius király országásán 6. eszendeinek volt. És megtartás Izrael fiai, papok, léviták, és a fogságból visszajött többiek Isten házának felszentelését örömmel. Kedves testvéreim, zsidók végei proféciák akarata, üzenete, rendjén kezdett feltámadni egy nép, lélekben erőt kapni, hogy megépítsék a hajlékot, amely lerombolhatott annak idején. Isten legyen hálait, nem lerombolásról volt szó találtam, hanem arról, hogy szűk volt már az imaház, és bővíteni kellett. De megkeretetem előzze az profécia, megkeretet a lelki felébredés előzze, és mindvégig Istennek elkeveletek volt, hogy megépíthették. Tudjuk annak idején is nagyon sok külső ellensége, vagy belső ellensége volt az építésnek, valaki elcsüggett lélekben, de mindig voltak olyanok, akikben az Úristennel felerősítette az akaratot, a szándékot, jó indulatot megtartotta, és bevégezik Adárkónak harmadik napjáig, nem tudom pontosan, hogy ez a zsidó időszámításban, hanyadik hónap, de most egy harmadik napon vagyunk, úgy szintén most júniusban, és az igéből olvassuk, hogy jó szerencsések volt. Jó erőmenetet adott az Úristen, és ez az, amiért hálát lehet adni, és lehet örvendezni a kegyelem Istenéhez. Megtartották a háznak felszentelését örömmel. Örüljetek esvéreim, hogy mindez Isten kegyelméből sikerült, mindenért hálákat adjatok minden időben. És ez a belső öröm, az Úr Jézusban való öröm soha ne hagyom el benneteket. Örüljetek az Úrban mindenkor, most is ismét mondom, örüljetek. A kegyelem Istene legyen kivételnek most és az elkövetkezett. Amen. Köszönjük szépen a meleg köszöntő szavakat, hátraításokat. Szeretném köszönteni a most érkezett testvérünket is, Szabó Mihály testvért, így szeretnével jár szolgálni, és is elfelejtettem. Szabó Tom Bizsgó, hogy most, hogy felkérdezik Szonyi Lászit, most az átfér,
szerintem. De az, hogy ezt egy pánszkodó viszérdőség Emmanuel, már viszérdőtává tiszta, de nincs állni lokálitáte. Az énekkar is emeli együttlendünk szintjét, kérjük át az énekkar, hogy szolgálja dicséret urat, és majd azután megkérem az imóra vezető testvéreket, a Dezső testvéret és Elek Miklós testvéret, hogy üljenek el és tartsák meg az ágyatunkat. Zárójelben szeretném elmondani, hogy a tiszteletes urak el kell menjenek, mert szolgálatban áll, Római Katolikus tiszteletes tiszteletben, hogy mi halunk kell legyen 10 órától ezért, de ha el is mennek, ne legyen zavaró semmi számunk, tehát számunkra. Figyeljük az ikét, hogy ülve, keresünk ki, akiknek van Bibliájuk,
Tehát Ézsás proféta könyvének a második fejezet, második és harmadik versét olvasom fel. Részen az utolsó időkben volt erősen fogállalni az Úr házának hegyek, hegyeknek felette és magasabb részen a halmoknál, és közönleni fognak hozzá minden fogányok. És elmennek sok népek, mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járunk az ősvényeit, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Amen. Drága testvéreim, csodálatos nap ez, amit a szalámi testvérek megélhettek, és előttük, hogy örüljünk és örvendezzünk velük. Szeretném, hogyha imádkoznánk most, és valóban meglátnánk az Úr házát, hogy mit is jelentett a múltban Isten népének, és mit jelent az Isten háza most jelenben. Azt mondta az igében, hogy az Isten háza megáll, és fognak közölni hozzá, fognak jönni a pogányok az utolsó időben. Jézus Krisztus jövetelétől az utolsó időben élünk, és utolsó idő úgy, hogy mától kezdve arrafele fognak közölni az emberek az Isten házához, Isten jelenlétében. Az Isten háza nagyon fontos, és mindig fontos volt Isten népe életében. Azért, mert az Isten háza egy menedékhely, hova menekülhetne egy Istenben félő ember, hova menekülhetne. Az Isten háza egy menedékhely, ahova jöhetünk, ahova jönnek az emberek. Az Isten háza, azt mondja az Úrös, hogy az az imádság háza, azért Atyám háza, az imádság háza, imádság hajléka, imádságra összegyűlni. Csak Isten háza, menedékhely, imádság háza, az Isten háza az, ahol az emberek felszabadulhatnak bűneiből. Isten háza, amit megnyithatunk, amit ünnepelhetünk, Isten segítségén, aminek jó előmetelt adott a testvéreknek. Az Isten háza, hát szeretném, hogy azért imádkozzunk, hogy az Isten háza töltse be rendelkezését, és azt olvasom az igében tovább, hogy az Isten háza továbbá azért van, hogy tanítás jöjjön onnan ki. Tehát tanítás legyen. És az Isten háza azért van, hogy tanítás legyen az Isten házában, hogy megismerjük útját, hogy az ő útján járjunk, az ő parancsolatában járjunk. És az Isten házából tanítás jön ki, evangélium jön ki, és akkor jönnek a pogányok, akkor jönnek a bűnösök, amikor tanítás, amikor az Úrnak útját való megismertetés hangzik az Úr házában. Lenne egy kérdésem még, imádkozni fogunk, és az Úr házát hagyjátok meg az Úr házát. Az Isten házát hagyjuk meg Isten házának. Imádságnak háza ez. Az evangélium hirdetésének helye ez. A pogányok, a bűnösök ide jöhetnek. Annak a helye az Isten háza. Hadd imádkozzunk azért, hogy ez az imaház, ha töltse be hivatását, rendeltetését, és ahhoz, hogy ez így legyen, szüksége van Istennek rám, egyen-egyenként életünkre, szolgálatunkra, hogy Isten háza maradhasson. Álljunk fel és imádkozni fogunk. Egy testvérek közül, három testvérek kérek, akivel ő is ne lelkéni, és a nő testvérek közül is három. Imádkozni, hangosan, úszol, ezért az alkalomért, amit Isten adott és rendel. Imádkozni. Hálatok néked, drága Jézusom, ezért a helyért, azért, hogy a hely nem kényi Istennek háza és mennyországnak kapja. Imádkozok azért, hogy ezen a helyen mindig élethető legyen jelenléked is. Imádkozok azért a helyért, azért, hogy ezen a helyen legyenek megtérések. Amen. Magasztalom akarunk téged, ezért a kegyelmi alkalomért, ezért az új szép vonázért. Kívánunk, Urunk, letenni a te áldásodra ebben a helyen. Kívánjuk azt, hogy minden lélek, aki elfogadott téged Úr Jézus Krisztusunk személyes megváltójának, tudjon valóban úgy fénykedni ebben a házban,
hogy sokan jöjjenek ide is, megtérés, öröm, boldogság és hála, buzdítás legyen ezen a helyen. Köszönjük, Urunk, hogy Te ígéreted szerint Te fogod betölteni ezt a helyet. Áldva és dicsérve legyen a Te drága szent neved ezért, mint örökké. Amen. Isteni téged illet minden hódolat és dicséret azért, mert a helyen hajlékot szereztél, ahol a Te nevedben összegyűlhetünk. Azért kérünk, hogy a Te dicsőséget töltse fel hajlékot még közöttünk, és a tégei szent lelket adunk át, hogy jövünk mindannyiunk szívébe a Te neved dicsőségére. Amen. Köszönöm, édesatyám, hogy szegére túlról ide vezéreltél engemet a Te házadba. Áld meg ezt a házat, a Te dicsőségedre, a lelkek javára és az embereknek az előmenetére. Jézus nevében. Amen. Amen. Istenünk, hála neked és dicsőség ezért a hajlékért, ezért a helyiségért, amit adtál nekünk kegyelemből. Segíts meg, Uram, hogy valóban ez a ház legyen a Te hajlékod, a Te házad, ahol a Te ígéd zendüljön, mindörökké. Amen. És áldja meg az ő magvetését, az ő magának a vetését, az ige magának a vetését,
és legyen rajta az ő áldása. És járjunk így a mi Istenünk elé, ami királyunk az Úr Jézus Krisztus elé, imádva őt és tisztelve őt. Fel fogunk állni, és ismét imádkozni fogunk közösen, félhangon fogunk mindannyian imádkozni. Álljunk fel! Áldunk téged, örök Istenünk, mennyi édesatyánk azért, hogy jó vagy hozzánk, és Jézus Krisztusban mindennel megajándékoztál. Hálát adunk ezért az imaházért, és köszönjük, hogy kirendelted a szükségeset, úgy pénzben, mint munkásokban kérlek, hogy áld meg és utalmazd meg őket. Köszönjük, hogy imádkozunk azért, és imádkozhatunk, hogy szenteld meg ezt a helyet, és a te jelenléket, hadd legyen érezhető, hadd legyen látható. Imádkozunk azért, hogy ez új imaház avatásával együtt, hadd legyen megújulás bennünk, a te gyermekeidben is új elhatározás, új odaszállás, hogy megdicsőjön áldott szemület mindenekben. Imádkozunk azért, hogy hallgassanak a mi könyörgésünket, és a jövő valóban a te nevet megdicsőítessék ezen a helyen. És köszönöm, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt a te amiszent egyházadon, s ebben a hitben és reménységben indulhatunk el tovább. Imádkozunk azért, hogy a további idő, perceket is áld és szenteld a mindannyiunk részére, a te nagy nevedért, a Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Köszönek elfogadni, élek van.
jövő nemzedék ékes szolgálatát. Énekelni fogunk a füzetből a 8-as számú éneket. Füzetből a 8-as számú éneket. Az ének alatt megtartjuk a felszerelésünket. A gyülekezet támogatásával, adósságok törlesztésével nézve, senki számára nem kötelezett adakozás, egy felső körben megy, aki szeretnénk támogatni a közösséget, a gyülekezetet megtehetik. Énekeljük tehát a füzetből a 8-as számú éneket, ó, mi szép, az Úrnak hajléka.
testvéreink ünneplő gyülekezet, Isten igéjét olvassuk a Zsoltárok könyve 84. részéből. Kérem, hogy akinek van Bibliája, keresse meg ünnepét, istentiszteletünk alapigéjét. Írva található ez a Zsoltárok könyve 84. részében. Az első versről a rész végét, a 13. versen befejezőleg fogjuk olvasni, és ennek áll az igéjét. Amelyik másik. Az éneklőmesternek, a Gibtitre, Kórá fiainak Zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregednek, Uram. Kívánkozik, sőt, emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után. Szívem és testem újonnak az élő Isten felé. A belém is talál házat, és a fecské is fészket magának, ahová fiai teljeszesse. A te oltáraidnál, ó seregeknek, Ura, én királyom, és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, a te ösvényét vannak szívében. Átmenvén a síralom hölgyén forrását teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőből erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt. Uram, seregednek Istenek, hallgass meg az én könyörgésemet, hallgass meg Jákobnak Istenek. Mi pajzsunk, tekints alárom Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másod. Inkább akarnék az én Istenemnek házának küszöbén élni, hogy sem lakni a gonoszoknak sátorában. Mert nap és pajzs az Úr, Isten, kegyelmet és dicsőséget át az Úr. Nem mondja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregednek, Uram, boldog ember az, aki bízik benne. Imádkozzunk. Szívünk csordódik van, hálával adunk ezen a kedves napon. Amikor ilyen nagy örömöt szereztél ennek a gyülekezetnek, baptista közösségünknek, hogy egy új imaház felépülhetett, kívánjuk neked szentelni. És kívánjuk azt, Uram, hogy a te igéd kerüljön a megfelelő helyre. Imádkozok, Uram, hogy áld meg ezt az igét most. Legyen szabad mindazokhoz, akik eljöttek. És segíts, Uram, hogy valóban megtapasztalhassuk ebben a hajlékban a veled való közösségnek áldását. Legyen tanítás, most is, Uram, szólj hozzánk a te igéd által. Segíts nekünk, hogy szívünket megnyissuk, és készséggel kitárjuk azt, hogy az ige áldott élő magva belepújjon, és életre keljen, és átformálja a mi életünket. A veled való lelki közösség és annak igazi fontossága hadd jusson kifejezésre ezen a napon, ezen a helyen. És köszönjük, hogy ez az épület elősegítheti. Legyen ez így most is a te nagy neved dicsőségére és néped javára. Kérjük, Urunk, hallgass nekünk egy. Amen. Az énekkar szolgálat.
Nagy öröm és kiváltság számunkra ez a nap és ez az alkalom. Együtt örvendünk a szaládi testvérekkel, és egyben szeretném megköszönni a vendégek nevében a szaládi testvéreknek, hogy meghívnatok minket, és lehetővé tettétek számunkra a veletek való örvendezés. Nagyon jó eső és felemelő érzés együtt lenni és részt venni ezen az imaház megnyitón. Nagy kegyelem és nagy kívánság, hogy Isten ad még ilyen alkalmakat és lehetőségeket. Nagy kegyelem és nagy áldás, hogy így lehetne imaházat, és ezért nagy öröm is mindjárt számára. Hát az, hogy imaházat épülhetnek, ez különös kegyelem Istennek. És azt szeretném mondani, hogy imaházat nem akkor építünk, amikor akarunk, és nem oda építünk, ahova akarunk. Isten igében úgy látjuk, hogy templomot Dávid sem építhetett, pedig ő szeretett volna, és el is tervezte. Az anyagot be is szerezte, a tervet Istentől megkapta, de nem építette fel. Salamon volt az, aki felépítette. Csak alapján mondom azt, hogy nem amikor akarunk, és nem aki akar, hanem akinek Isten megengedi. És éppen ezért nagy kegyelem és nagy kívánság az, amikor egy generáció imaházat épített. Nagy kihívás is ez természetesen, de ennél nagyobb kívánság is nagy kegyelem. És mi szeretnénk megköszönni Szaládi testvérek, hogy ezt a kihívást vállaltátok. Örvendünk annak, hogy Isten alkalmasnak látta ezt a mostani közösséget arra, hogy házat építsen magának, Istennek. Így lássátok, így értékeljétek ezt a kegyelmet. Természetesen, hogy nem volt ez könnyű, és nem mindig tűnt ez úgy, hogy milyen kívánság imaházat építeni. Amikor el kellett jönni dolgozni, amikor a zsebbe kellett nyúlni, vagy az amúgy majdnem üres kukszát, pénztárcát is kiüríteni, akkor nem tűnt ez kívánságnak és kegyelemnek, ugye? Részben tudom, mivel jár ez, mert Mihály falván is benne vagyunk az építkezésben, amikor tudjátok. És egy kis szentéliség is van, én most a szívemben, hogy őszinte legyek. A befejezésig még hosszú után előttünk, de azért örvendek veletek, hogy az Úr titeket megsegített. És valahogy mégis úgy hiszem, hogy úgy vagytok most is, kedves szaládi testvérek, mint ahogy a Biblia beszél a szülésről, meg az édesanyja fájdalmáról. Nem kellemes, nem kívánatos. De amikor megszületik a gyermek, akkor minden fájdalom, szenvedés, faj elfelejt az édesanyja. Legyen így ebben a gyülekezetben. Most, amikor felépül az Isten háza, és ilyen szép kivitelezésben hát már élvezhetjük itt, remélem, hogy már elfelejtettétek a fáradalmakat. De biztos, hogy el fogjátok felejteni. Ha szeretnék, az Úr házát, ugye, hogy ez a Zsoltár is, amelyet elolvastunk, most tanít minket erre. Nagyon alkalmas, klasszikus ige ez, imaház megnyitás, amit olvastam, a 84. Zsoltár, a Kóré fiainak a Zsoltára, és azt olvassuk a Krónika első könyvében, a 25. 26. részben, hogy amikor felépült a templom, akkor megvolt a szolgálatoknak a rendje, az éneklőknek, a papoknak, az ajtónálóknak a rendje, és a 26. részben arról olvasunk, hogy a Kóré fiai név szerint is meg vannak nevezve, az Asszáf gyermekei ajtónálók voltak, ez volt az ő tisztük, és erre rendeltettek. Különös kegyelem az, hogy annak a Kórénak a leszármazottai, aki lázadt Isten ellen és a nép vezetői ellen, hát megmaradhattak a gyermekek, akik isteni szolgálatot végezettek. Hát azok közül
a Kóré fiai közülnál írták valakik ezt a zsoldát, ezt a nagyon szép zsoldát. És világosan kifejeződik ebben a zsoltárban az Isten háza után való szorongás, vágyakozás, szeretet, evekedés. Talán azért is, mert ők ott állhattak az ajtóba, nem igazán kerülhettek beljebb, nekik ott volt feladatok, de onnan megfigyelhették, hogy milyen nagy áldás ott lenni Isten templomában, Isten házában. És onnan abból a helyzetből is a szívük efekedett, vágyakozott Isten háza után. Így született meg ez a zsoltár. Amúgy tudjuk, hogy minden zsidó ember szívében ott volt a vágy a templom után. Valahogy meghatározta a zsidó embernek az életét, az Isten házával való viszonya. Nagy kívánság volt az, ha a férfiak felmehettek, és nagy büszkesége volt a zsidó embernek a jeruzsálemi templom. És sokszor dicsekedtek, máskor nagy vágyakozással kívántak felmenni az Úr templomában. Ha így volt ez a zsidók életében, akkor mennyivel jobban illik az új szövetségi Izraelnek az szívébe, az életébe, a magatartásába, hogy ott legyen az Isten háza iránt való vágy és szorongás. Ha igazán szeretjük az Urat, akkor nem lehet az, hogy nem szeretjük az ő házát, az ő templomát. Az igék alapján néhány gondolatot szeretnék kiemelni. Nagyon gazdag ez az ige, nincs időnk részletekbe bocsánatkozni. Részben megerősíteni szeretném azokat a gondolatokat, amelyek már elhangzottak, és azzal kapcsolatosan még néhány igazságot elmondani. Ahogy kezdik a zsoltáríró, vagy a zsoltáríró ezt az életet, ezt olvasjuk a második versben. Mi szerelmetesek a te hajlékai seregeknek, Urat. És itt kiemelni, hangsúlyozni szeretném ezt a kifejezést. A te hajlékai seregeknek, Urat. Vagyis a templom, az imaház, az oltár, amiről beszél itt a zsoltáros, azaz Isten tulajdona. A te hajlékod. És bármilyen sokat fáradtatok, szalámi testvéreim, bármennyire magatokénak akarjátok tudni, mert lehet ezt később erről fogok szólni, ne felejtsétek el, hogy ez az Isten ház. Az ő hajléka. Ő a tulajdonos. Neki kell birtokolnia ezt a házat elsősorban. Értelmét és célját éveszi az épület, ha ez nem az övé, ha ő nincs jelen. Amúgy ugyanolyan anyagból készült ez az épület, mint más épület itt a faluban, vagy más helyen. Sajnos még az építkezési anyagok sem voltak olcsóbbak, mint más építkezéseknél, igaz? Bár lehet úgy vásárolni imaház építésre, hogy olcsóbb legyen. Talán elég ezt is. De ami megkülönbözteti ezt a házat, ezt a hajlékot minden más épülettől, ez ahhoz, hogy az épület Isten tulajdona. Ő van jelen, ő kell, hogy jelen legyen az ő dicsőségében, az ő kegyelmével, az ő igazságával, az ő szeretetével, és amikor Isten házába jövünk, ebben a tudatban jövünk. Ez szent félelme, alázatot kell váltson ki szívünkből, valahányszor itt vagy akárhol Isten házába megyünk. Ott ő van jelen. És csak alázatos szívvel, csak tisztelet adással, szent félelemmel közeledhetünk. Úgy, ahogy Ézsaiás megijedt, amikor látod, Isten betölt, Isten dicsősége betöltötte a templomot. Úgy, ahogy Jánok a Bételnél
amikor látta, hogy Isten jelen van azon a helyen, akkor megijedt, és azt mondta, hogy mi rendeletes ez a hely. Az Istennek háza, és a mennyeknek kapuja, de rettenetes hely, nem közönséges hely az Isten háza, éppen azért, mert az övé. És akarom mindig, hogy így jöttünk most ide, ebben a szent alázatban és félelemben. És így fogtok ide járni, szaláti testvérek, vagy vendégek, mint akik soha nem felejtitek el, hogy az Úr ez a ház. De jelen van az ő dicsősége, és jelen van az ő kegyelme. A kegyelem király széke is jelen van. Az ő dicsősége szent félelme, megalázkodás, de az ő kegyelme vigasztalás, bátorítás jelen. És éppen ezért kívánatos és jó az Úr házában lenni. Jó előre megjelenni, jó az ő kegyelmét megtapasztalni. Jó az ő oltárának közelében lenni, mert az oltár bűnbocsánat beszél. Az oltár közösségről beszél. Az oltár védelemről beszél. És hol lehetne legjobban megtapasztalni ezeket? Isten kegyelmét, a bűnbocsánat ajándékát, a közösség nagy áldását, Isten védelmét, a gonosz elől való védelmét, hol lehetne jobban megtapasztalni, mint az Úr házában, Isten oltárában? Milyen szemelmetesek a te hajlékaid, a te oltáraid, ó seregeknek, Ura! De amíg arról szól ez a zsoltár, hogy az övé, a ház, a hajlék, addig azt is mondja a zsoltár, hogy még a madár is talál, a fenék is talál fészke, és a feste is, helyett, hogy hátat építsen az ő fiainak. Vagyis miről van szó? Amíg tudomásul veszünk, hogy ez Isten háza, amíg szent félelem alázatban a szívünkben, addig merünk közeledni bűnösen, méltatlanul, úgy, ahogy vagyunk, éppen azért, mert Isten közelébe enged minket. Hát még a madár is talál fészket. Még a madár is közeledett Isten házához, az a belé, amelynek érték olyan jelentéktelen, hogy néhány filléren többet is lehet venni belőle. Még annak is van helye, hát akkor az embernek sokkal inkább. Nekünk sokkal inkább. Ezért igaz az, hogy az övé a ház, de a miénk is. A tiétek is, szaláti testvérek. Isten az ő kegyelméből közelébe enged titeket. És azt mondja a sorváros, boldogok, akik lakoznak a te házadban. Nem csak, hogy közelébe enged, nem csak, hogy a kapuból szemlélhetjük, hanem oda is költözhetjük. Benne lakozhatunk. Nem csodálatos ez, kedves testvéreim, hogy az a ház, amelyben Isten lakozik, az a mi lakásunk is lehet. De igen, ez nagy csoda, és nagy kegyelem, és ez legyen bátorítás minden kedves testvér számára. Isten az ő közelségébe fogad, és nem csak a madarak rakhatnak fészket, hanem mi is oda költözhetünk, ott lakozhatunk. De éppen itt szeretném azt hangsúlyozni, hogy a helyes viszonyunk az Isten házával ki van fejezve a zsoltárban. Egyfelől úgy, hogy kívánkozik, sőt, emésztődik a lelkünk az Úr háza után. Nem vagyunk közömbösek, nem vagyunk érdektelenek, nem mind
mindegy, hogy mi van a gyülekezettel, mi van az Isten házával, hanem kívánkozunk, emésztünk, sóvárgunk, mint a szomjas szarvas a vizekre, úgy kívánkozik a hív ember Isten közelségében. És az, amiről itt beszél tulajdonképpen a Zsoltáros Willy Graham testvér úgy fogalmazta meg, hogy az az érzés, amikor az ember néhány tized másodperc vagy perc után a víz alatt van, és akkor, amikor már nem víz, akkor már akkor nagyon igyekszik a víz felszínére, hogy levegőt kapja. Aki úszni tud, vagy vízbe volt, tudja, hogy milyen az az érzés. Amikor már majdnem úgy érzi, hogy megszólal. Levegőre van szüksége. Na így kívánkozni az Isten háza után. Ezt fejezi ki, ez a Zsoltár, a zsidó ember, az Isten félő ember így kívánkozott a templom után. Hogyan kívánkozik Isten gyülekezetéből, Krisztus testének tagja, hívő lélek, hogyan kívánkozik a gyülekezet után. Így van ez most is. Adja az Úr, hogy így legyen. Szeressük az Isten házát, mert a miénk is. És kívánkozzunk utána. Nagyon szomorú az, sok esetben mégis látható, elmondom, nem szeretnék mindenkontól lenni. Nem csak felekezetünkön belül, azon kívül is épülnek, templomon kimanázat. Egyik modellnek szebb, mint a másik. Elkészülnek, és alig-alig akad arra menő. Alig-alig lesz, aki rendszeresen látós. Ez szomorú. Ne legyen az itt található. Kívánjátok az Úr házát, az Úr közelségét. Szeressétek! Szeressétek azáltal, hogy először is látogatják. Vagy mondjam úgy, hogy ide költöztök. Mert erről van szó a Zsoltárban. Az a boldog, aki az Úr házában lakozik. Nem vendége. Nem támogatója vagy szponzora, hanem lakója az Isten házának. Persze nem úgy értettem, hogy mindenki hozza a bútorát, meg amilyen van, és úgy költözzön ide. De értitek, hogy hiszen miről van szó. Egy dolog látogatóba lenni valahol, vagy más dolog otthon lenni valakinél, igaz? Valahol. Otthon lenni. És ha valaki otthon van, az Úr házában, az Úr templomában, akkor azt tudja, hogy mi a dolga. Tudja, hogy mi a tennivaló. Az építkezéssel ugyan nem fejeződött be minden szolgálat. A lelki ház építése következik. És az, aki csak vendége, vagy látogatója ennek a háznak, vagy ott az lesz, az úgy fogja érezni, hogy neki nincs itt tenni valója. Nem fog hozzájárulni a szolgálatokhoz, az Isten tisztelet jó rendjéhez. De aki itt lakik, akinek otthona lesz ez a hajlék, az tudni fogja, hogy mi a dolga. És én kívánom, hogy minden kedves testvér, legyen otthon. Különösen itt most a szalárnyákra gondolok, de nem csak a felnőttek, hanem a gyermekek is. És erről szülők ti kell, hogy gondoskodjatok, mert azt olvasjuk az igében, hogy a fecske is fészkel magának, ahová fiai helyezheti. Legyen ez a hely, ez a ház olyan fészek, kedves testvérek, kedves szülők, itt szalátok, ahol biztonságra helyezitek gyermekeket is. Hiszen a következő nemzedéknek is készül ez a ház, és majd a következő nemzedéknek is. És ha ti otthon vagytok itt, most felnőttek szülők, akkor a gyermekek is otthon érzik magukat. Adja az Úr, hogy így legyen. Ott lakozni az Úr házában azért, hogy átformálódjon az életünk.
A Zsoltár második része arról szól, hogy boldogok azok, akik ott lakoznak, dicsérhetik az Urat, egyfelől szolgálhatják az Urat, és ez nagy kegyelem, nagy megtiszteltetés, nagy kíváncsiság, nincs időnk erről beszélni. De ha tovább olvasok a verseket, akkor azt lássuk, hogy mintha átformálódik az ember. Az az ember, aki az Úr házában lakozik, kicserélődik. Aznak az Úr lesz az erőssége, az Úr ösvénye lesznek szívében beírva, előről előre jut, imádkozik, könyörög. És újból kifejezi azt, hogy jobb egy nap az Úr házában, mint másik tező. Jobb az Úr házának küszöbét, mint a gonoszok sávolában. Minél többet nyílt valaki, annál jobban érzi magát. Erről szól ez a Zsoltár. Így viszonyul a hívő ember Isten házához. És szívemről kívánom, hogy így legyen ez egy szalád is. Az Isten házát látogatva, kedves testvéreim, átformáljuk. Szívetekben az Úr ösvénye, az Úr ígéje legyen. Jussatok erőről előre. Mélyüljetek el az imádságra. Erősödjetek meg a bizalommal. Mert azt a fejezünk a Zsoltára, hol ebben az kinézik benne? Hol lehet ezeket megtanulni? Hol lehet ilyen hegyelmet nyerni, ha nem először az Úr házában, az Úrral való közösségben? És ha már az Úr hegyelméből felépült ez a szépőház, és dicsérni nem kell, mert önmagáért beszél az, amit látható, akkor kívánjuk, mi vendégek, kívánjátok ti, és az Úr is ezt várja, hogy a lelki házik, a belső ember szerint növekedjetek, mint élő növek, épüljetek szent templomá. Az Úr házában is történik ez, főképpen ott történik. És a szeretettel, szorongással, vágyakozással össze, az Úr megadja ezt a kegyelmet. Szívemből kívánom ezt. Amen. Köszönjük a szolgálatot, kedves testvérek! Az ígéket forgassuk a szívünkben. Valóban ez a ház, az Úr háza, de az ő gyermekének a háza, kívánkozunk ide. Mondta a testvérünk, hogy legyen ez lakásunk, lakhelyünk, ahol jól érezzük magunkat. Eszembe jutott az egyik testvérek, hogy buzdították, hogy még nagyanyám, hogy legyen telket, építsen hétvégi házat. És azt mondta, hogy van hétvégi házam az Adalparton. Hát itt a Dancaparton van egy ilyen ház, ahol jövünk is, ahol lakunk. Most a fiatal.